Az idei pünkösdi utazásról tájékoztatták a szülőket a Tatabányai Alapítványi Sportkör Egyesülete vezetői és edzői. A TASK életében már évek óta hagyomány, hogy a legjobb teljesítményt nyújtó csapatok egy külföldi tornán is kipróbálhatják magukat. Ezúttal az U17-es, illetve az U13-as korosztály utazhat méghozzá Olaszországba a Trofeo Valte Nesi del Garda nemzetközi utánpótlás labdarúgó tornára. A részletekről Csapó Károly elnök beszélt. Minden év végén elmondjuk azt, hogy szeretnénk ugye elutazni külföldre gyerekekkel, most két csapattal sikerül, hát ennek apropóján elmondanánk azt, hogy mit hozzanak a gyerekek, bár úgyis tudják szerintem, mert már van, aki ötödik alkalommal utazik velünk, és hát meg hogy tudják azt, hogy vigyázunk a gyerekekre, illetve hát aki velük lesz, az vigyáz a gyerekekre, bízunk benne, hogy nem lesz semmi, és ezt szeretnénk elmondani a szülőknek. Melyik két csapatról van szó? Hát most az U13-as és az U17-es csapatunk utazik, erre tudtunk helyet szerezni Olaszországba, és hát ugye az U17-esek közül már világutazók lesznek lassan, hisz ha jól tudom, ők már ötödik alkalommal indulnak ezek erre a tornákra, és hát nagyszerű eredményekkel tértek vissza, bízzunk benne, hogy most is így lesz. Mi a célja egyébként ezeknek a külföldi tornáknak? Hát a célja mindig az én meggyőzésem, hogy más kultúrák, más futballkultúrákat meg kell ismerni, és hát akkor, hogyha ha idegen ellenfelekkel játszanak, és külföldi ellenfelekkel, akkor szerintem sokkal többet tudnak tanulni, mint hogyha a saját hazájukba játszanak, ugyan bajnokságokba, úgy is ugye az ellenfelek ott vannak, de itt azért a más kultúrában lévő futballok, hogyha egy kicsit odafigyelnek, edzők is természetesen, akkor meg lehet méretni, hogy ott hol tartanak, és a mi ilyenkorú gyerekeink hol tartanak. Az U17-es csapat ugye már Olaszországban járt, és nagyon szép eredménnyel tért onnan haza. Mi az elvárás most tőlük, vagy van-e egyáltalán valamiféle elvárás? Én nem támasztok semmi olyan követelményt. Én azt szeretném, hogyha jól játszanának. Az eredmény majdnem úgy mondom, hogy másodlagos, csak ők meg ne tudják, mert akkor én kapok, de az, hogy tényleg futballozzanak, és nézzék azt, hogy játszanak az ellenfelek, és ha ott olyan dologra, vagy olyan dolgot találnak, ami esetleg beépíthető a mi futballunkba, akkor azt igenis meg kell tudni valósítani, hisz lesznek ott komoly nemzetek futballja, olasz, francia, holland, és tehát ezek mindig olyan jó dolgok, hogy utána, amikor visszatérünk és elemezzük, hogy na, kivel, hogy játszottatok, az milyen volt, hogy és ez mindig szerintem nagy dolog a számukra. Az évek során egyébként a gyerekek már tudatosan tudják azt, hogy melyik csapattal, melyik csapathoz hogyan kell viszonyulni? Hát még nem vagyok benne biztos. Tehát itt azért a 17-nél ugye együtt vannak régóta, és az edzőjük is szinte ugyanaz, mondhatnánk, és Sön László személyébe megköveteli egy bizonyos játékformátumot, és ez a korosztály véleményem szerint nem csak ez, de ez a korosztály be is tartja. Én úgy látom, hogy évek óta együtt vannak, és amit kérnek tőlük, azt mindig megpróbálják megcsinálni, és helyen közel jól is csinálják. A csapatok május 12-én indulnak és 16-án hétfőn térnek haza. A bajnokságon nyújtott eredményükről május 18-ai Aréna című adásunkban számolunk be részletesen. 2 millió euró, Vladan Matic szerint nagyjából ennyire lenne szüksége a Grundfos Tatabánya KC együttesének, hogy olyan nagy ellenfelek ellen is versenyképesek lehessenek, mint az MVM Veszprém vagy a PIK Szeged. Harsányék alig egy hét alatt találkoztak a két csapattal, és mindkettőn nagyjából 20 percig tartott a fiúk ereje, aztán jöttek a fiatalok, akik mindkét mérkőzésen tisztesen helytáltak. A Szeged elleni mérkőzésen a kényszer forgatókönyv szinte ugyanaz volt, mint az elmúlt napokban, hetekben. A mérkőzés kezdetekor még tartották magukat a fiúk, majd sorban cserére kényszerült Vladan Matic, hiszen sokan sérültek, kisebb-nagyobb sérülésük, betegségük volt. A kékmezes tatabányai fiúk a Szeged ellen is sok hibával játszottak, melyeket íjéség sorra ki is használtak, valamint Sierra kapus is remekelt. A második félidőben Rosta Miklós, Vaskó Péter, Juhász Ádám, Gábor Marcell újra lehetőséget kaptak, hogy megmutassák tudásukat. Voltak szép megoldásaik a fiataloknak, mellettük a 9 gólig jutó Pásztor Ákos képviselte a rutint.
A különbség a végén 10 gólos lett, az eredmény Grundfos Tatabánya KC Pik Szeged 23-33. Mit tudok majd plusz, hogy legyen? Mondtam 2 millió euró. Ennyi. Ma nem volt ennyi pénzed, viszont tehetséges, lelkes ifistáid, igen. Lelkesek csak... Jó volt, csak gondolkozni is kell mindig. Ezt mondtam a fél idő csapatnak is, mikor legfáradtabb vagy, most is fáradtabb voltok első fél idő, első 20 perc, többször voltunk ember előny, ezt nem tudunk kihasználni, mert a félbe fáradtunk, elfáradtunk, és nem tudunk gondolkozni. Mikor nem tudsz gondolkozni, akkor sok hiba követünk, és akkor kapunk a könnyű gólokat. Pedig nehogy én is túl sokat. Jó, azt az ember szereti, a másik realitás. Ezen a pillanat ez a realitás, sajnálom, hogy nem tudtunk pár nap többet regenerálni, sajnálom, hogy nem volt még 2-3 sérült játékos, nem tudta segíteni, akkor lehet, hogy másképpen legyen. Nem mondom, hogy tudtunk nyerni, de biztos egy megszorosabb meccs tudtuk játszani. Így kényszerből küldtem a másik felidő ezt a sor, ugyanaz, mint a Veszprém ellen, aki szerintem soká az életem nem fog játszani együtt, de ez van, és a reálisan kell nézni, és ez a nekünk ez a bronzerem, remélem, ez nekünk ilyen túl sok is. Én úgy gondolom, hogy a Csurga meg a Balatonfüred sehol nem gyengebb, mint a mi, sőt, átlövő poszton lehet erősebb, csak mi rutinosabb vagyunk, ezt a Tatabányai hozzáállás, meg a csoport munka is hozta nekünk ez a harmadik hely. A Grundfos csapat a szombaton a Vác együttesét fogadja 18 órától a Föld Imre sportcsarnokban. A bajnokság végén Zsiga Gyula együttesét kell megvernie a fiúknak ahhoz, hogy elérjék a szezon elején kitűzött célt. Nekünk mindenképpen hazai meccs Vác ellen hozni kell, és akkor ott vagyunk, ahol álmodoztunk a szezon előtt. Faragó Viktor csapata tavaly évvégén csatlakozott a budai harcművész eséhez. Azóta kicsit mások az edzések az Árpád gimnázium tornatermében, másfajta edzésmunkát is felvettek a repertoárba. Az elmúlt héten egy nyílt küzdőedzést tartottak, ami azt jelentette, hogy környező településekről, városokból is érkeztek harcművészek. Nem csak a Kyokushin karate ágazat képviseltette magát ezen a tréningen, hanem bárki részt vehetett, akinek kedve volt. Küzdőedzés, de tudni kell róla, hogy ez nem 90 perc nettó küzdelmet jelent, hanem bizonyos küzdelmi kombinációk, taktikák, stratégiák tanítását, és a végén, tehát egy ilyen másfél órában, egy ilyen 45 perc, tehát a második fele az, ami szabad küzdelem, amit éppen a háttérben is láthatunk. Mesélj erről a csatlakozásról, ami az elmúlt év végén történt, miben változtatta meg a ti klubotok életét? Igazából abban változtatta meg, hogy teljesen másmilyen mozgást kell végrehajtanunk az edzések során, tehát sokkal inkább nem csak a küzdésre, nem csak a versenyzésre helyezzük a hangsúlyt, hanem arra, hogy hogyan mozogjunk egészségesen, azaz a test minél több izmát, csontját, inait összekapcsolva, minél harmonikusabban mozogjunk, ezáltal ugye kvázi lassítva a test öregedését, hiszen nem csak izomcsoportokat használunk, hanem a teljes testet minden szempontból. Igazából ilyen hagyományteremtő jelleggel hoztuk létre ezt a küzdőedzést. Én nem gondoltam, hogy ennyien el fognak jönni, ugye mivel első küzdőedzés, ez el kellett, hogy menjen a híre, de hál' Istennek Pestről is segítettek megszervezni ezt. Igazából kb. 40-en vagyunk, és ugye mindig lehet tanulni, minden edzésen azt lehet egy új dolgot tanulni. Én azt vallom, hogy a mai nap is hozzájárul ahhoz, hogy egy picit komplexebben mozogjunk, egy kicsit tanuljunk új technikákat, kicsit gyakoroljuk a favorit technikáinkat, megismerjünk más klubokból, más harcosokat, más harcművészeti ágak képviselőit. Tehát mindenképpen ez egy tanulás a mai nap is, hiszen nem csak a megszokott edzőtársakkal tudunk gyakorolni, hanem másokkal is, akikkel mondjuk még esetben sose találkoztunk. Vannak olyan eszközök, amik mondjuk a gravitáció ellen dolgoznak, ugye egy egyensúlypárnak. Ugye ez nem csak arról szolgál, hogy esetleg itt megállok, hanem arról szolgál, hogy rengeteg izmot elérek vele. Tehát figyeljétek meg, hogyha te földön állsz, ha akarod, ha nem, nem tudod az összes izmodat elérni. Nem tudod. Tehát a mozgásvezérlésünk csak a nagy izmokra vonatkozik, nagyon sok kicsi izomra nem. De ha megállok egy egyensúlypárnán, akkor azzal, hogy én folyamatosan billegek, azzal, sőt azzal, hogy én adott esetben egy egyensúlypárnán megcsinálok olyan gyakorlatot, amit esetleg más nem, de csak azért, mert a pozícióm helyes, a vállam, a fejem pozícióm dolgozik, nagyon sok pici izom bekapcsol. Ugyanis azt mondják a tudósok is, hogy az izmaink
eléréséhez az egyensúly szerve legjobb, mert az minden izomhoz odaér. Hát figyeld meg magadat, akár az időseket is, ha egy idős valaki a piacon leejti a pénztárcáját, milyen gyorsan lenyúl, nem? Lehet, hogy utána lassan áll fel, az igaz, de ejteni is az egyensúlyt mozgatni nagyon gyorsan tudjuk. Tehát javaslom, hogy ilyen eszközökkel fejlesztitek, és akkor a mozgásokat egy kicsikét mozgósabb helyet sokkal finomabb lesz. Mi a mai nap eddigi tapasztalata? Én azt látom, hogy a helyi csapat, akikkel együtt dolgozunk, a Faragó Viktor Senpai csapata nagyon lelkes, odafigyel, és azokat, amiket tanítunk, azt megpróbálja a gyakorlatban is állandóan használni. A vendégek nagyon alkalmazkodóak, és igenis partnerek ebben a munkában. Ez azért hasznos, mert főleg a küzdősportokban elő szokott fordulni az a típusú dolog, hogy amikor elmegyünk egymáshoz, akkor néha nem a win-win, a győztes-győztes, hanem egy picit a kivagyiság. De az, hogy most egy kicsit a csapat odafigyel ezekre a formafókuszokra, az utasításokra, létrejön az a típusú állapot, ahol mind a kettő nem csak résztvevő, hanem szószoros értelemben áramló fél, és így valóban egy picikét más tudatállapotban, egy ilyen mondjuk az flow élményben tudnak dolgozni, egy erőállósi képességi sportban. Kívülről nézve ugye a kiokusinkai karate harcosai, ugye egy full kontaktot űzők, akik úgymond verik egymást. Pedig valójában egy nagyon komoly harcművészet zajlik itt. És jöttünk Budapestről, ugye láttam, hogy Komáromból vannak, a környékből, és több helyről is jöttek csapattársak. A kiokusinkának és valójában a full kontakt küzdelmeknek van egy olyan mondjuk, hogy összetartó ereje, ahol a fizikai terhelésen keresztül jutunk el egy más tudatállapotba, ahol átlépjük egy kicsit önmagunkat. Az egót kell legyőzni, ezt az egót. És az egót legyőzi valaki, nem avval a durvulással, hanem ezzel a típusú harcművészeti mozgással, akkor utána más ember lesz a hétköznapokban is. És ezért jó, hogy ennyi helyen, mindenhol a saját dozsójukban az alapelveket gyakorolva, amikor összejönnek, akkor ezt tesztelik, hogy ez mennyire megy. A folytatásban sem pihennek Faragó Viktorék, nyáron többek között nemzetközi táborba is készülnek. Nem sokára jön a nyári edzőtábor, ami egy nemzetközi edzőtábor lesz. Balatonföldváron ez egy ötnapos tábor lesz, ott gyakorlatilag a szakma krémje képviselteti magát, ezért is lesz izgalmas, mert innen tudok vinni tanítványokat, akkor ők a gyakorlatilag a Kyokushin karate évvonalából tudnak találkozni, ott is jönnek Japánból is mesterek, bajnokok, tehát ez a következő állomás, és készülünk az edzőtáborban lévő övizsgára. Now.
A Tatabányai Kerékpáros és Triatlon Klub 6. alkalommal rendezte meg kerékpár versenyét a hétvégén Várgesztesen. Közel 500-an pattantak két kerékre, a legkisebbektől a komoly versenyzőkig. Jó időben festői környezetben 23, 57 és 80 kilométeres távon tekerhettek és versenyezhettek a résztvevők. Ez a maratonszakág ez arról szól, hogy ez inkább ilyen dózerutakon és nem annyira technikás pályákon megy, mint az olimpiai cross. Hosszabb távon, például a mostani nekünk a hosszú távunk az 83-4 km környéke, de például van a Szilvásárad maraton a 107 Magyarországon, de van külföldön 120-130 km-es maraton is. Nyilván mivel ez egy tömegsport, ezért van középtáv, rövidtáv és minitáv. A minitáv a mi esetünkben 13 km, és azt gondolom, hogy mindenki által teljesíthető. Úgyhogy egészen a 10-11 évestől, akár 8-9-10 évestől egészen 50-60-70-80 évesekig is indulnak a versenyt, tehát lefed mindent. Terepen zajlik, azért itt egy kicsit koszos lesz az ember, kicsit saras lesz az ember, kell egy kis technikai tudás, elindulás, megállás, fékezés, kanyarodás, úgyhogy ez nem az országút és nem a Balaton kerülés, a Velencei tó kerülés. Minden évben fejlődni, mindig kitalálni új dolgokat, amik esetleg nincsenek más rendezvényeken, amit esetleg külföldön látunk, azokat próbáljuk behozni ide, és azt megvalósítani. És ezzel szerintem próbálunk egy olyat is létrehozni, hogyha más versenyszervező megnézi, hogy mi mit csinálunk. Persze mi is nézzük, hogy ők mit csinálnak, de egy olyan szemléletet, vagy egy olyan dolgot, amit ők is el tudnak tanulni, hogy fejlődjön. És nem csak ez a verseny fejlődjön, hanem az összes verseny fejlődjön, és akkor mindenki boldog lesz. A mostani versenyen szerintem ilyen 400-500 nevező indult el a távokon, a négy távon összesen. Mi megcéloztunk egy 6 évvel ezelőtt egy 500 fős, egy ilyen, ahogy is mondjam, egy, nem is az, hogy limitet, hanem egy 500 fő volt az, amit azt gondoljuk, hogy az egy ilyen kritikus, amit Magyarországon a négy top maratonon kívül azt gondolom, hogy senki más nem bír túl teljesíteni. Ott ilyen ezren indulnak, körülbelül 800-an ezren. Hát a legjobb az az lenne, hogyha mondjuk egy 1000 főt tudnánk ide csábítani, de most azért jó az idő, mert eddig az időjárással sem mindig volt szerencsénk. Most jó az idő, úgyhogy remélem, hogy most így a híre megy, és jövőre egyre többen jönnek el. A pálya egyébként gyönyörű, úgy gondolom, tehát a vértes az fantasztikus. Úgyhogy minden megvan, a Villapark az szerintem egy egyedülálló versenyhelyszín, mert azért Magyarországon ilyen sincsen. Úgyhogy próbálunk mindig fejlődni, és próbáljuk ezt a szor kettőt még.
futás a Panoráma úton elnevezéssel rendezték meg a 25. Panoráma futást. A népszerű program neve azért változott, mert valaki levédette a Panoráma futás nevet, és a több évtizedes verseny szervezői nem akartak pereskedni, inkább nevet váltottak. Szép számmal összejöttünk, 5400 és 13200 méteres távon lesz. A gyerekfutás már egy órakor megvolt 200 méteren, ott is volt vagy 30 gyerek, hát pontosan nem tudom, hogy hányan leszünk most. Az a helyzet, hogy külföldről is vannak itt futók. Tegnap mi Nyárasdon voltunk a szlovákiai magyaroknál egy versenyen, azok most kapásból eljöttek, vagy 50-en a szlovákiai magyarok, de a érdekessége a versenynek az, hogy Pesten ma volt egy egész komoly EU-s futás, ahol ingyen lehetett indulni. Itt van az illető, aki megnyerte, és már itt van. Gyere ide, légy szíves egy picit. Tehát EU-s futáson indult Pesten jó pár ezer ember, ő lett abszolút győztes, 4000 ember közül ő lett abszolút győztes, és mivel már két alkalommal megnyerte itt az 5 kilométeres futás abszolút első helyét, így most eljött hozzánk a Balázsi Dávid, akit ismerek már gyerekkora óta, jó is tud futni, szerintem most is nyer. Fontos volt, hogy elgyere? Természetesen Lamocs János barátom az egyik legjobb versenyszervező, és ő már akkor rendezett versenyeket, amikor még nagyon kevesen rendeztek, és rendkívül fontos volt az atlétika életében az ő munkája. És amit töretlenül és ilyen lelkesedéssel csinál, egy rendkívül értékes ember, és én ki nem hagynám ezt a versenyt. Az is elhangzott korábban, hogy lehet, hogy ez a 25. a legutolsó ilyen verseny. Természetesen a sprintesek megtesznek mindent, hogy lehessen folytatni. Tavaly óta elneveztük a mi általunk nagyra becsült Ötvös Ferenc emlékverseny, tehát a Feri bácsiról ezt a hosszú távot. A rövid táv az pedig már legalább 10 éve idősebb játékos Pál emlékverseny. Tehát ő is egy kimagasló személyiség volt, aki ráadásul az én edzőm volt a 60-as, 70-es években, és ő a 30-as években azok közé tartozik, aki a 36-os olimpiára még vitte a fáklyát is. Neked miért fontos ez? Miben más ez a verseny? Miért szeretsz ide mindig eljönni? Ezen a versenyen a hangulat az, ami varázslatos. Itt, az itteni atmoszféra teljesen egyedülálló a futóversenyek között. Úgyhogy én imádom ezt a versenyt. Remélem, hogy tényleg meg lesz rendezve jövőre is, és én mindenképpen itt leszek. Szeptemberében indult útjára a Nagy Sportág Válaszó rendezvény. A cél a sport megszerettetése volt, és lehetőség arra, hogy a gyerekek, szülők segítséget kapjanak a sportág kiválasztásban. A mai gyerekek és felnőttek aggasztóan keveset sportolnak, mozognak.
Egy nemrégiben végzett uniós felmérés szerint a fiatalok 35%-a azt mondja, azért nem sportol, mert nincs ideje, 25% nem szeret sportolni, míg azt, hogy ez költséges, létesítményes dolog lenne, csak 6% említi. A mozgás a sport szeretete elsősorban a szemlélet és nevelés kérdése. A sport ugye társadalmi kérdés. Nem csak az élsport, hanem a szabadidősport is. Tatán május 13-án, 14-én én már harmadik alkalommal kerül sor a nagy sportág választóra. Korábban a TAC városi szinten szervezett sportági bemutatókat. A rendezvény kapcsán tartottak sajtótájékoztatót a Városházán. Elhangzott, hogy május 13-14-én, péntek szombaton, 9 és 16 óra között Tatán az edzőtáborban várnak mindenkit, aki szeret mozogni, sportolni. Közel 40 sportág jelenik meg, amelyeket ki lehet próbálni. A hagyományos sportágok mellett olyanok is lesznek, amelyek valami miatt különlegesek, és még nem annyira ismertek. A rendezvényen neves sportolók is vesznek részt. A nagy sportágválasztó plakáton is látható arc, Kis Gergely, háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó. Egyre többen és egyre több fórumról kérdezik, hogy én hogy kezdtem a pályafutásomat, és hogy mi indított el a vízilabdázás útján. Akkor abban az időben nem voltak még ilyen lehetőségek, most sokkal könnyebb egy részt a szülőknek választani, illetve a gyerekeknek megmutatni, így akár a nagy sportág választó segítségével is, hogy melyik sportágnak mik az előnyei, esetleg mik a hátrányai, hiszen különbözőek vagyunk, különböző alkatúak, különböző beállítottságúak, és ez egy nagy budapesti sportágválasztó, vagy a nagy tatai sportágválasztó kiváló alkalmat nyújthat arra, hogy a gyerekek ezt megismerjék, és én nagyon örülök neki, hogy része lehetek a sportágválasztó csapatának, és képviseltem azt, hogy a gyerekeket buzdítsuk a sportolásra. Mit tapasztaltál? Utánatok azért mennek a gyerekek? Igen. Az én generációm, az én csapatom ugye Kemény Dénes edzősködésétől, 97-től nyert Európa-bajnokságokat, világbajnoki döntőt játszott, világkupát nyert, de az olimpia volt 2000-ben nagy ugrás, amikor megduplázódott a vízilabdázó gyerekek, felnőttek, lányok, hölgyek száma, és azóta még több lett, tehát legalább háromszor annyian vízilabdáznak Magyarországon, mint a 2000-es olimpiai siker előtt. Tehát igenis a nagy sikerek, a válogatott sikerek minden sportágban viszik előre azért a gyermekek létszámát. Ugye mindig azt halljuk, hogy kövérek a gyerekek, keveset mozognak, így a mindennapokban te is ezt látod? Van sok olyan kis utánpótlás vízilabda csapat, ahol nem nagyon van középút. Tehát vannak igazán sovány kis vézna gyerekek, és vannak a túlsúlyos gyerekek. Az életmód, a fogyasztói társadalom, az internet és a médiumoknak az a hatása, amely fogyasztásra és vásárlásra buzdít, az biztos, hogy nem segít ebben. De szerintem a szülők felelőssége sok minden. Mit engednek meg a gyereknek, mit engednek befogadni a gyereknek, illetve hogy mennyire viszik el sportolni. Nagyon sok duci kisgyerekből lesz 3-4 év múlva, ha el kell sportolni, jó felépítésű, ha nem is izmos, de már alakuló kamasz. A férfi kor hajnalába beérkező fiatal, akire már a lányok is esetleg odafigyelnek. Úgyhogy a sportnak szerintem legalább kettő célja van. Egyrészt az élsport felé el lehet menni, aki olimpiai bajnok szeretne lenni, vagy világversenyen szerepelni, másrészt pedig megadja azt a mozgás örömét, hogy csapatban, vagy akár egy egyesületben együtt lehet mozogni, hanem is a konkrét érmekért, de a mozgás öröméért, a sikerélményért mindenképpen. Azt üzenem a gyerekeknek, hogy beszéljenek egy jót a szülőkkel, és választák ki a nekik testhez álló sportágat. Én nem tudom elképzelni az életemet mozgás nélkül, remélem, hogy ők se fogják tudni elképzelni. A rendezvény a város egyik kiemelt sportos rendezvénye, amelyen nem csak a városi, hanem környékbeli települések, iskolái is eljönnek. Pénteken a szervezett csoportokat várják a szervezők, míg a szombatot családi napként ajánlják mindenkinek. Nagy lehetőség a tatai fiataloknak, tatai gyerekeknek a sportágválasztó, hiszen a dolog mindig úgy néz ki, hogy a szabadságunk óriási, de a szabadságunkat akkor tudjuk csak élvezni, tudjuk, hogy miből választhatunk. Ahhoz, hogy valaki tudja, hogy miből választhat, ahhoz azoknak, akik szeretnék, hogy őket válasszák, azoknak logikusan meg kell mutatkozni. Ugye viccesen szoktuk mondani a svédasztalos fogadásnál is, hogy kóstoljuk végig mindegyiket, aztán végén eldöntjük, melyikből vacsorázunk. Hát itt is így vagyunk, hogy ezeket a sportágakat a
gyerekeinknek, a fiataloknak érdemes testközelből megtapasztalni, és erre ez egy szenzációs jó találmány a sportág választó, és különösen akkor, hogyha a városunk másik céljával is kiegészül, a hangszerválasztás lehetőségével is, a művészeti ágak lehetőségével is, mert hogy abban hiszünk, hogy ez a kettő, a sport és a művészetek a gyerekeinknek feltétlen fontos eszköz ahhoz, hogy jó emberekké váljanak. Ugye ez most már a harmadik alkalom lesz, ami azt is bizonyítja, hogy nem csak azoknak fontos, akik szervezik, hanem azoknak is, akiknek szervezik. Így van, és az eddigi tapasztalataink arról szólnak, hogy egyre többen érdeklődtek, még ha rossz idő volt, akkor is sokan kijöttek az edzőtáborba, úgyhogy én most is csak arra tudom bíztatni a tatai és a tata környékén élő kedves szülőket, hogy meg ne tegyék azt, hogy más programot szerveznek erre a péntek szombatra, hanem legyenek rajta, hogy a gyerekeikkel ők is kijönnek az edzőtáborba. Múltkor néztük, hogy körülbelül mennyien sportolnak egyesületben, hát durván olyan 4000 körüli lehet, akkor ez segít abban, hogy ez nagyobb legyen ez a szám. Így van, tehát ugye Tata egy 25 ezeres város, 24 ezer valahány százan vagyunk itt, akik itt élünk. A jó az lenne, hogyha a fiatal életkorúaknak a nagyon-nagyon nagy százaléka, tehát jó lenne, ha mindenki valamilyen módon közvetlenül is a sportba belekapcsolódna, nem csak közvetve mondjuk a testnevelés órán keresztül, de én nagy szeretettel buzdítom a idősebb generációt is, hiszen a felnőtteknek is óriási szükségük van a mozgásra. Ehhez rendelkezésre áll a kerékpárutak, rendelkezésre állnak nagyon sok sportpálya, most épülő új sportcsarnokok, tehát eszközben talán most már nem lesz hiány, viszont az akaratban föltétlen kell, hogy mindenki oda tegye magát. A Komárom-Esztergom megyei Diáksport és Szabadér Egyesület a múlt héten rendezte meg az atlétikai diákolimpia megyei döntőjét valamennyi korcsoportban. Az időjárás nem fogadta kegyeibe sem a szervezőket, sem a versenyzőket. Szinte minden nap eláztak, sőt szerdán jégesőben fejeződött be a verseny. Pedig a megyei döntőnek nagy a tétje. Az utóbbi években jó szerepeltek a megyei versenyzők, a tatai iskolák is értékes helyezésekkel térhettek haza. Ebben az évben is nagy lehetőség a hagyományok folytatására, hiszen a továbbjutó versenyzők csapatok között városunkból is vannak gyerekek. Az országos döntő résztvevői lehetnek a megyei döntőn nyújtott teljesítményük alapján. Második korcsoportos fiúknál a Kőkuti iskola 1793 ponttal, a lányoknál a Kőkuti és a Vaszari egyformán 1926-1926 pontot gyűjtött. Itt az döntött, hogy a Kőkuti legjobb versenyzője több pontot gyűjtött, mint a legjobb Vaszar is. Harmadik korcsoportban a lányoknál és a fiúknál a Kőkuti nyert, a negyedik körcsoportban a fiúknál a Kőkuti iskola csapata jutott az országos döntőbe. Két hete szinte minden nap atlétika verseny az edzőtáborban. Mik ezek a diákolimpiai versenyek? Hát a középiskolásoknak az egyéni pályaversenyével indítottunk, az 5.-6. korcsoport volt április 25-26-án, hála az égnek még lehetővé vált számukra is ez a versenyzés, mivel nagyon közel volt az érettségi időpontja, úgyhogy velük indítottunk, most pedig ezen a héten az általános iskolások, kezdtük a 7.-8-osokkal, most pedig megyünk lejjebb folyamatosan, 4., 3. és 2. korcsoport versenyei jönnek. Milyen mezőnyök érte a meglepetést a szervezőket? Hát nagyon hullámzó, de mint említettem, a középiskolásoknál nagy öröm volt, hogy el tudtak jönni. Az általános iskolásokat, hát lehet, hogy egy-két csapatot megriasztott ez az egész heti esős időjárás, de mint ahogy a kép is mutatja, nagyon örvendetes, hogy azért a csapat háromnegyed része itt van. És az meg különösen, hogy azért vidékről is egész sok iskola van bent. Így van, úgyhogy nem csak a környékbeliek, tataiak, tatabányaiak, hanem érkeztek hozzánk Komáromból, ők rendszeres résztvevői a versenyeinknek, és meglepetésként Csolnok elindult, és második helyezést ért el a 4. korcsoportos fiúk versenyében. Mi a tétje ezeknek a versenyeknek? Az országos döntőbe kerülés, mert a korosztályunként változó. Az eredmények alapján meghívási szintek vannak, és úgy hívják meg a versenyzőket, de van olyan korcsoportunk, amelyiknek az első helyezettje automatikus résztvevője az országos döntőnek. Mikor lesznek az országos döntők? Május végére várhatók és székesfehérvári helyszínnel. Utolsó hazai meccsét játszotta az NB1B-ben a Tac kézi csapata. A vasárnap esti találkozón az Alba Régia KS-e volt a vendég. A hazaiak nem a legjobb előjelekkel várták a mérkőzést, hiszen két idegenbeli vereséggel érkeztek haza.
A Balatonfüredi a várható kategória, de a Szigetszentmiklósi vereség az nehezen magyarázható. Még akkor is, ha voltak hiányzók. A vendégek legutóbb Veszprémben kaptak ki a fiataloktól. A TASZ gyenge tavaszi szereplése miatt a 9. helyen állva fogadta a fehérváriakat, akik a 12-ek a tabellán. A TASZ-nak kellett volna a győzelem, hiszen jövő héten Pécsre megy, amelyik csapat 2 ponttal van mögöttünk. Az ellenfelek hibái is kellenének, ahhoz na meg a mi 2 győzelmünk, hogy esetleg előre menjünk a 7. helyig. A női Final Four a TV közvetítés miatt kevesebben voltak a nézőtéren. A TASZ Cérna sérülése miatt Vargával kezdett a kapuban, előtte Kanyó Ádám, Baski, Himmer, Kanyó Balázs, Szám, Vaskó játszott. Számlövését védte Pulai, míg a vendégek vörös révén vezetést szereztek. Az első 3 lövést a vendégek kapusa védte, míg az Alba lassan 4-0-ra elment. Sibanin edzőnek már a 6. percben időt kellett kérni. Szám nagyon aktív, ezúttal is ő vállalkozott lövésre, a kapufa segítette a vendégeken, de Pulai pehére a visszapattanó róla került a hálóba. 7 perc után lőttük az első gólt. Juhászt könyökölték le, ezért Csóka ültetett le 2 percre. Hiába vagyunk előnybe, Juhász lövését Pulai védte. Szép és ami a legfontosabb, eredményes támadás végén Szám labdáját a jobb szélről Vaskó lőtte be. Szám ismét lövése vállalkozott, ami a védőkről éppen Kanyó Ádám kezébe érkezett, ő pedig átívelte a kapuson. Többször is sietettük a támadást, technikai hibák miatt kimaradtak a lehetőségek, nagyját tettük a vendégek kapusát. Lassan állt össze a védekezésünk, ezúttal is Szám szerzett labdát, az indításból pedig Vaskó lőtt gólt. A 20. percben a vendégek 8-7-es vezetésénél edzőjük kért időt. Nyimesével nem nagyon tudunk mit kezdeni, már 5. góljánál tart. Szám szinte minden akcióban fontos szerepet játszik. Ezúttal Kanyó Bencének adott jó labdát, aki nem hibázott. Szám lövése kapufa lett, de a kipattanóra Lehőc mozdult a leggyorsabban, és biztosan lőtt a hálóba. Ahogy a védekezés, úgy Varga kapus teljesítménye is javult. Ennek is köszönhető, hogy a 26. percben Juhász gólja 10-10-nél az egyenlítést jelentette. A félidő utolsó 2 gólját Lehőc szerezte. Másodikat gyakorlatilag a félidő végét jelző sípszóra. Varga védése után az előre dobott labdát a vonalról lőtte be, ezzel lett 13-11 a TASZ javára. A második játékrész Lehőz gyors kiállítása vezette be, 27 másodperc után ülhetett le. Varga jó védése mellett Kanyó Ádám, Juhász, Szám is gólt szerzett, míg a vendégek első találata 7 perc 10 másodperc után esett, 15-12-re vezettünk. Juhász lőtt gólt felugrásból, de hiába, mert a játékvezetők 7-est ítéltek, amit Himmer lőtt a bal sarokba. Tatai támadás közben Kanyó Ádámot rántották le, amiért Vencel kapott 2 percet. A szélre megjátszott labdát Endrédi kapta, de lerántották, amiért újabb büntető járt, Himmer jött és bedobta ezt is. A 47. percben a vendégek kértek időt. Jól védekezett a TASZ, nehezen találták a részt a vendégek, és Varga is többször jól védett. Baski a 2. félidőben nagyon bátran játszott, ismét erőszakosan tört be, és Gyimesi csak szabálytalanság után tudta megállítani. Le is ületett 2 percre pihenni. A megítélt 7-méterest Himmel góra váltotta. Következett az utolsó 10 perc. Tíz perc van hátra a mérkőzésből, és 1 góllal vezet a TASZ. Óriási utolsó 10 perc várható most, amikor Baski góljával 2-re nő az előnyünk. Rossz paszban van a TASZ, és hát így is kezdődött, hiszen 0-4-re elmentek a vendégek. Onnan sikerült úgy fölállni, hogy a félidőben már 13-11-re mi vezettünk, de hát a második játékrész is nagyon kemény, hiába vezettünk. Volt egy időszak, amikor 4-gyel, mostanában 1-2 gól a különbség. Óriási harc dúl a pályán, mind a 2 hatosnál dőlnek, borulnak a játékosok, nagyon kemény védekezés mind a 2 oldalon. És hát nagyon jó kapus teljesítmény is mind a 2 oldalon. Ezúttal Gyimesi, aki eddig a mezőnyben a legtöbb gólt szerezte, pontosabban 8-at, ezúttal mellé talált. Így most a 3 gólos előnyért mehet a TASZ. Most Kanyó Ádám, Baski, Kállai, Juhász, akit nagyon régóta emberfogással őriznek. Lehőc. Jaj, de szépen csinálta Kállai, nagyon szépen!
elmozgatta a védőt és átejtette a kapus Pulait, aki remekül védett az első fél időben, az első négy labdát az fogta vagy belelőttük. Kinek hogy tetszik, ki melyik oldalról nézte az első pár percet, de most a három gól a TAC előnye, rendélyek azért nem fogják feladni. Ezúttal nincs hetes, csak egy szabad dobás, nincs kiállítás. Volt három kiállítás a vendégeknél, kettő a hazaiaknál. Ezúttal nincs kiállítás, törlés van, most már nagyon izzadt mindenki. Sajnos a kezdési időpont nem a legjobb volt, hiszen az Eto Final Four-os döntőjével együtt, így hát lehetünk egy olyan 71-80-an, de egész jó hangja van ennek a kevés embernek is. Egész jó meccs hangulat van. Már csak 8 percen átlévő játékidő, és 3-23-20-ra vezetünk. A vendégek általában hosszan támadnak, aztán vagy Gyimesi, vagy a 15-ös Bárdos lövi el a labdákat. Ezúttal szó szerint a kapu mellé. Így most már akár hozzá is tehetünk egyet az előnyhöz. Baski. Gyimesinek nem okoz gondot kiemelni, van vagy 20 kiló a két játékos között. Gyimesi javára. Juhász és nagyon keményen Pulai szeme közé az ötödik gólját szerezte. Nagyon kemény héten van túl, hiszen a Tatabányában játszott a Szeged ellen, játszott a Veszprém ellen. Éppen tegnap a Veszprém ellen, most pedig ugye itt kell jeleskednie, és hát az esélyre 3-at lőtt, most pedig 2-t ebben a fél időben. Bárdos. Hencel. Szabadrugáshoz jut. Hencel szerett össze eddig két kiállítást. Egy nagyon laza mozdulattal Bárdos második gólját szerzi, 24-21. 6,5 perc a hátrálévő játékidő. A vendégek a kiesésért küzdenek, illetve a kiesést szeretnék megúszni. Ha itt kikapnak, akkor nem csak az ő kezükben van a sorsuk. Azoknak viszont mindenképpen kellene győzni, hiszen csak így lehet meg a 8. hely, vagy ha nagyon szerencséjük van, akkor a 7. is, de ez már a többieken is múlik, már mint a többi csapaton. Juhász, Kállai, pont le Pulai lábához. Ha hamarabb pattan, akkor talán átpattan a kapus lábán, így pedig pont a földön lévő lábát találta el. Bárdos gyorsan egymás után két gólt is lőtt, ezzel följönnek 2-re. Nem erősek, de nagyon helyezettek a lövései. Van két nagyon magas játékosuk, Bárdos és a 30-as Vencel, és egy nagyon megtermett emberük 23-asra a Gyimesi, aki most nincs a pályán. Kállai lövését bevédi Pulai. Kállai jól lépett be a játékba, a második játék részben 3 gólt szerzett. Mert pedig 3 gólt, szintén, de 7-esből. Szerencséje volt Vargának, de marad a labda a vendégeknél. Varga egyébként nagyon jól véd, Cérna sérülése miatt. Eddig 54 percet állt kapuba. 5 perc, utolsó 5 perc kezdődik, és 3-mal vezet a TAC. Beállóban nem sikerült, 2-en is ki a nyakát, ki a mezit húzta. A vendégjátékosnak vörös került a földre. Jó kezdet, 3 gólt lőtt az első fél időben, a másodikban nincs még gólja. Gyors törlés megint. Addig a vendég kispadnál nagy a tanakodás, hogy mi is legyen a továbbiakban. Benn is megbeszéli egymással Csóka és Vencel. Csóka. Vencel ezúttal Varga fölé nyomja, de közben megnyomták a lövő játékost, így marad a labda még mindig a vendégeknél. Lassan passzívot is jelezhetnek a játékvezetők, miközben Bárdos most már sorozatba lövi a góljait.
Az utóbbi három gólt a vendégek közül ő szerezte. 25-23, 4,5 perc. Két meccset játszott a Tac idegenben. Mind a kettőt kikapta, ezért is lenne fontos az utolsó hazai meccsen a győzelem. Miközben a vendégedző Német István időt kér. Kihasználja azt, hogy emberelőnybe kerülhetnek. Még szabad dobással folytatódik, tehát a játék most, amikor pont 4 perc van hátra. Vendégek kikérték minden idejüket. Sibaniaknak még két időkérési lehetősége van. Várdos ezúttal továbbadja. Csóka pedig jó 9-ről bevágja. Egyre csökkentve csapat a hátrányát. Innentől kezdve óriási jelentősége van minden mozdulatnak, hiszen minden támadást góllal kell befejezni ahhoz, hogy a hazaiak megszerezhessék utolsó hazai meccsükön a győzelmet. Szabad dobás után marad nálunk a labda, Juhász. A kapufáról kipattanót megszerzik a vendégek. 7 méteres és még kiállítás is. Kanyó Ádám volt az, aki kísérte végig a vendégjátékot. Csodálkozik a kiállításon. Bevallom őszintén, én se értem, hogy kiállítás. A 7-es az jogos, mert lökte a játékost, de teljesen mindegy. Vencel áll oda. Büntetőhöz és be is dobja. Nagyon régen volt egyenlő, azt hiszem 11-11-nél még az első félidő vége fele, és most 25-25, belül vagyunk az utolsó 3 percen is. Várható volt, hogy nagy harc lesz. A vendégek kiesésért hajtanak, hát az pedig a becsületér. Két idegenbeli vereség után mindenképpen győzni kell. Vaski ellen szabálytalanság, de ember hátrányban vagyunk. Juhász ugyan ellőtte, de közben lökték. Marad a labda a Tacnál. 2 perc 10 a hátralévő játékidő, mindenképpen gólt kell szerezzünk. Megint egy szabálytalanság, de lassan passzív lesz. Úgyhogy most már nagyon kell figyelni. Egyelőre nincs fenn a játékvezető keze, de erre már szerintem csak másodperceket kell várni. Juhász Pulai olvasta a lövést. Így van 40 másodperc. Másfél perc, és a vendégek vezethetik a támadást.
az előnyért. 25-25. Várdos, nem lövi el. Csóka, megint Várdos. Csóka nem meri ellőni. Beállóról kipattan a labda, nem kell sietni, mondják a nézők, mondja a kispad. Utolsó perc. Ha itt gólt lövünk, akkor már ki nem kaphatunk, legfeljebb döntetlen lesz. Csibalén Jakab időt fog kérni, mielőtt elkezdődik az utolsó perc. Mert ha nem, akkor elveszik a két időkérése. Így 3 másodperccel a vége előtt, mármint az utolsó perc előtt kérte az időt. Egy perc hátra levő idő, végig biztos, hogy nem játszhatunk. Így meg aztán végképp nem 7 méteres, Baski megint nagyon bátran vitte be a labdát. Vencel rántotta le, 7 méteres jöhet Himmer. Ötvenkét másodperc van hátra. 7 méteres a Tac javára, Baski is oda megy. Ha lesz kipattanó, hát ha sikerül megszerezni, de hát bízunk benne, hogy Himmer az eddigi 3 után belövi, belőtte a negyediket is. A vendégeknek mindenképpen gólt kell lőni a döntetlenhez, hiszen egyen vezet a Tac, és van hát a 35 másodperc. Idejük már nincs, viszont lehet, hogy lehozzák a kapust az utolsó pár másodpercre. Zúga, hajrá, Tata. Varga kivédi, nincs meg. Még mindig van 20 másodperc, és jön Gyimesi a megkülönböztetősbe. Tehát most 7 vendégjátékos és egy hazai kiállítás. Lehőz kapja második 2 percét lerántásért. 17 másodperc, 7 az 5 ellen támadhat a vendégcsapat. A számukra azért sok mindent jelentő döntetlenért. Ha már meg nem nyerhetik a meccset, legalább az X-re jók akarnak lenni. Erre van 17 másodpercük. Gyakorlatilag 2 ember előnyben vannak, hiszen kapus helyett is mezőnyjátékos van a vendégeknél. Várdosnak teszik fel a labdát. Varga védett! Nagyon gyorsan eldobták a labdát. Dühöng az egész vendég kispad, és ezzel van vége. Győzött a Tac 26-25-re. Hát nagyon munkás kis mérkőzés volt ez összességében. Azt gondolom, hogy főleg az elején nem kezdtünk jól, nem azt játszottuk, amit megbeszéltünk. És ez, hogy onnan visszajöttünk, és átvettük a vezetést, ez nagyon-nagyon sok energiánkba került. Aztán ez a végén egy picit majdnem visszaütött, mert voltak olyan szituációk, amiben ez a koncentráció hiány már a végére elfogyott és hiányzott. Pici szerencsével, de nagyon nagy küzdelmi tudással azért a végére csak behúztuk. Nehezen indult ez betudható annak, hogy nagyon akartunk, és azért nem sikerült úgy az első 5-6 perc, hiszen 7 percig nem dobtunk gólt.
Persze, tehát én azért ezt mondtam a fiúknak, meg nem csak nekik, hanem úgy összességében is tisztában voltam vele, hogy ez a Fehérvár ez annál jobb csapat, mint amit a tabellán mutatott helye alapján várhat tőle az ember, tehát erősek, magasak egy-két jó képzett játékossal, akik azért így a Veszprémbe 23-ból jöttek egy-két évvel ezelőtt, tehát azért ez könnyű nem volt, de néha nem azt játszottuk, amit megbeszéltünk, ezért voltak ezek a nehézségek, amelyeket említette. Viszont szerencsére a kapuban nem látszott, hogy Cérna helyett Varga védett, hiszen nagyon sok labdát fogott. Igen, volt nagyon sok bravúros védés, ez itt szervédése, de volt egy-két olyan, amit előtte megbeszéltünk, és abba kell neki még nagyon sokat fejlődnie, hogy nem szabad túl korán elindítani a védést, vagy elmenni egy-egy sarokba, és akkor még ennél is azért még több labdát fog majd tudni megfogni. Azért egy ilyen győzelem adhat erőt még egy utolsó meccsre. Igen, még egy utolsó, még azt szerettem pont mondani, hogy azért ez az utolsó hazai mérkőzésünk volt, mindenféleképpen szerettünk volna győzelemmel búcsúzni, tehát azért ez egy nagy motivációt jelentett, és hát ez remélem, hogy azért kellő erőt ad ahhoz, hogy az utolsó mérkőzésen Pécsen is sikerrel szerepeljünk. A nagyon fontos győzelemből Juhász 5, Himmer 4, Lehősz 4, Kálai 3, Kanyó Bence, Kanyó Balázs, Baski, Vaskó 2-2, Szám és Kanyó Ádám 1-1 góllal vette ki részét.